Szélike király kisasszony című mesekönyvből fogom elolvasni a Halál és a vérasszony című mesét Török Károly gyűjtéséből. Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, kidőlt belőlt kemencének egy csepp oldala se volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz volt, ott jó nem volt. Volt egyszer a ne keresdi, s ebkérdi kopasz hegy mellett egy folyó, ennek a partján volt egy vén odvas fűzfa, annak minden ágán egy-egy ringyes rongyos szoknya, ennek minden fércében, korcában egy-egy csorda bóla. És ezen bolhák csordának az legyen a csordása, ki az én mesémre figyelmesen nem hallgat. Ha pedig közüle csak egyet is elugrat, akkor az a bolha csorda iszonyú vérontásának legyen kitéve, s csipkedjék agyon. Hol volt, hol nem volt, volt hát a világon egy igen-igen vénasszony, aki öregebb volt az országútnál, vénebb volt az öreg Isten kereszténél. Ez a vénasszony soha nem gondolt arra, még akkor se, mikor már a hamut is mamunak mondta, hogy majd egyszer meg is kéne ám halni. Hanem ahelyett úgy megdolgozott, úgy lótott, futott a gazdagság után, csetlet, botlott, sepert, kotort, az egész világot el akarta nyelni, pedig nem volt senkije se, csak akkora se, mint az ökröm. De volt is ám az igyekezetinek látszatja, mert utóvégre úgy megszedte magát, úgy meghízakodott, hogy jobban se kellett, volt is annak a házánál kis fejsze, nagy fejsze, minden. Egyszer azonban az ő nevét is kikrésztázta a halál, el is ment hozzá, hogy elviszi magával. Azonban a vénasszony sajnálta otthagyni a gazdagságot, kérte hát a halál, könyörgött neki, hogy ne vigye még el egy darab ideig, engedjen még neki, ne többet, csak 10 esztendőt, vagy csak 5-öt, vagy csak 1-et. De a halál sehogy se akart engedni, hanem azt mondta, készülj hamar! Az gyere, ha nem jössz, viszlek. De a vénasszony nem hagyta rá, csak kért, csak rimánkodott, hogy engedjen még neki valami kis időt, ha nem is sokat. A halál mégse akart meghátrálni. Végre mégis addig rimánkodott a vénasszony, hogy a halál azt mondta. Na, nem bánom, engedek hát 3 órát. Az nagyon kevés, mondta a vénasszony, hanem ne vigyél el ma, inkább halaszt holnapra. Nem lehet. No, de mégis. Nem lehet. Ugyan már, no. Na, ha olyan nagyon akarod, mondja a halál, nem bánom, legyen. Ott még azt kérném, hogy hát, írd fel ide az ajtóra, hogy holnapig nem jössz el. Legalább biztosabb leszek, ha ott látom az írást az ajtón. A halál nem akar több időt tölteni, nem kötözködött tovább, hanem elővette a zsebéből a krétát, s az ajtó felső részére fölírta, holnap, s avval elment dolgára. Másnap reggel napfel jötte után, elment a halál a vénasszonyhoz, akit még akkor is a dunna alatt talált. Na, gyere velem, mondja neki a halál. Nem addig van a. Nézd csak, mi van az ajtón. A halál oda néz, látja rajta az írás, hogy holnap. No, jól van, de eljövök ám holnap. Avval eloldalgott. A halál meg is tartotta szavát, mert a következő nap ismét elment a vénasszonyhoz, aki még akkor is az ágyon nyújtózkodott. De most sem ment vele semmire, mert az most is az ajtóra mutatott, ahol az volt írva, holnap. Ez így ment egy hétig. Egyszer azonban a halál unni kezdte ezt a mulatságot, azt mondja hát a 7. nap a vénasszonynak. Na, nem szedsz rá többet. A krétára szükségem van, hazaviszem. Avval szépen letörölte az ajtóról az írást. Holnap pedig, de jól megértsd, holnap érted is kell jövök, s magammal viszlek.
a halál elment. A vénasszonynak pedig csak leesett az álla. Már látta, hogy holnap vagy akarja, vagy nem, de meg kell halni. Fél, reszketett, mint a kocsonya. Már másnap reggel felé nem tudott hova lenni félelmében, belebújt volna a halál elől az üres palackba is, ha lehetett volna. Találgatta, hogy hova bújjék. Volt a kamrában egy hordó csorgatott méz, beleült abba, s csak az orra, szeme, szája látszott ki belőle. De hát, ha ott is rám talál. Jobb lesz, ha a Dunnába búvok. Kijött hát a mézből, s belebújt a Dunnába a toll közé, de ez sem javasolta magának. Ki akart hát jönni a Dunnából, hogy más, jobb búvóhelyet keres, és amint bújt kifelé, éppen akkor toppant be a halál, aki el nem tudta gondolni, hogy micsoda Isten csodája lehet az az izé, s úgy megijedt tőle, hogy majd kitörte a nyavaja. S ijegységében úgy elszaladt, hogy még tán máig se ment felése a vénasszonynak.